Az előző évek esőzései miatt gyakran okozott gondot a csapadék víz elvezetés Újfehértún. Több ingatlanba is befolyt a víz, az utak járhatatlanok lettek. A csapadék elvezető rendszer fejlesztésének első üteme hamarosan befejeződik, de már kezdődik is a második. Ennek során korszerűsítik a Tokai, az Eszett és a Tolstoj utcát, valamint utána a Májvás kertben lévő Görgei és Munkács utcát is. Újfehértú egyik nagy peremvidékén fekvő városrésze a Májvás Kert, ahol a park mellett most játszótér épül. Azt a városrészt is szeretnénk egy picit megajándékozni, hisz ott az elmúlt évtizedekben nagyon kevés fejlesztés valósult meg, és ott is rengeteg gyerek él, ez a park pedig kiáltott azért, hogy ott valami legyen, hisz egy, egy zöld terület volt, aminek semmilyen funkció nem volt korábban, úgyhogy ott egy emiatt fog épülni egy játszótér, amely bízunk benne, hogy a hónap végén, legkésőbb augusztus elején birtokba vehetnek a gyerekek. A fejlesztések tovább folytatódnak, egy belügyminisztériumi forrásból 40 millió forintot nyert az önkormányzat útfejlesztésre. a múlt héten pedig letették az új piaccsarnok alapkövét, ahol elhangzott a megyebeli települések népesség megtartó ereje egyre nő, amely többek között a nagy számú innovatív beruházásnak köszönhető. Ezek a tervek elképzelések egy jelentős része, ez nem új terv, csak egyszerűen korábban nem volt, aki meghallgassa a falvainkat, vidéki városainkat. Ez az elmúlt években óriásit változott. A magyar Foluk Program például lehetővé tette azt, hogy a legkisebb falvakban és az útfejlesztések, óvodabölcsőde fejlesztések megvalósulhassanak. De hát a teljes magyar vidék egy nagyon komoly megújuláson ment keresztül. Én azt látom, hogy tervek azok vannak. Általában a településvezetők, az önkormányzatok, a helyi lakosok nagyon sok ötlettel bírnak, amivel szeretnék a környezetüket egy kicsit rendezettebbé tenni, vagy az életüket komfortosabbá tenni, és hát ezek a kérések meg is hallgatatnak. Az ünnepségen azt is elmondták korábban, a nagyvárosok kaptak forrást a fejlesztéseikre. Ám ezzel a tendenciával 2010 után radikálisan szakított a kormányzat. Orbán Balázs miniszterhelyettes hangsúlyozta, az ország felhajtó ereje a kis és közepes városokból jön. Van valami, ami összetartja őket. Egyrészt egy nagyon erős magyarság tudatot tapasztalok, mindig egy nagyon erős közösségi tudatot és egy nagyon erős büszkeséget tapasztalok. És ez azért megnyugtató, meg azért reménykeltő a jövőre nézve, mert hogyha Azokat a gazdasági nehézségeket, amikkel ez a térség küzdött az elmúlt évtizedekben ki tudjuk egyenlíteni, azokat a gazdasági élénkítési munkahelyteremtési programokat mellé tudjuk tenni, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon komoly fejlődési potenciál áll az ország ezen területei mellett, és a derülés az életkedv jön az itt élőkből, és szerintem ez a siker szükséges, de nem elégséges feltétele az, hogy elégséges legyen ahhoz, nekünk kell hozzátenni a magunk munkáját. A vidék támogatása mellett a kormányzat célja a gazdaságfejlesztés ösztönzése, már elérhető a magyar high-tech és zöld szuperkonstrukció, amely során a hazai vállalkozások azonos tartalmú, 70%-os támogatás intenzitású felhívásra pályázhatnak, függetlenül attól, hogy az ország melyik pontján működnek.